Kérdése, mert ez több oldalról felvetődött. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy hosszú hónapok óta, egy év óta beszélgetünk az egyházakkal, egyházi vezetőkkel, egyházi szakértőkkel, nagyobb egyházakkal, kisebb egyházakkal, az egyházi törvényről is, az egyházi törvény koncepciójáról. Tájékoztattam minden egyes találkozónkon az egyházi képviselőket erről, sőt, konkrét javaslatokkal is éltek. Tehát az a fajta pálya, amire kerültek néhány képviselőtársam, hogy nem volt egyeztetés, és az egyeztetéseket hiányolták, ez szerintem egy rossz pálya teljesen. Teljesen kiszámítható, koncepcionális egyeztetés folyt. Nyilván én a kormány nevébe tudok megnyilatkozni, az előterjesztők nevébe nyilván én nem tudok reflektálni ezekre a kérdésekre. A lényeg, hogy az elmúlt egész egy esztendőnk arról szólt, hogy az egyik legfontosabb kérdés az leendő új egyházi törvény, annak a koncepcionális része, illetve a lehetséges mikéntje és előkészítése. A határon túli magyar egyházi vezetőkkel elvi szinten természetesen tájékozódó jelleggel beszélgettünk erről. Minden egyes találkozóm alkalom, amiből nagyon sok volt az elmúlt egy esztendőben, ez a kérdés is terítékre került, de természetesen nem olyan részletességgel, mint ahogy a Magyarországon élő és tevékenykedő, vagy magyarországi egyházak tekintetében ez megtörtént. Nyilván ez a törvény határon kívüli jogi konzekvenciákkal nem fog bírni, de én teljesen nyitott vagyok egyébként Szávai képviselő úrnak már a tegnapi felvetésére is. Tehát azt gondolom, én a kormány részéről nyitott vagyok, de az előterjesztőket is meg kell győzni. Bízom benne, hogy ők is nyitottak arra a kérdésre, hogy legyen utalás például a preambulumban konkrétabban, mert egyébként azért valamilyen szinten most is benne van, de konkrétabban legyen utalás esetleg a határon túli magyar egyházaknak az érdemeire és értékeire. Tehát azt gondolom, hogy az egyeztetés tekintetében kormányzati oldalról semmiféle hiányosság nem volt, nincs, folyamatos az egyeztetés, egyházak, egyházi vezetők, egyházi szakértők, és mindenféle tekintetben, egyházi intézmények tekintetében is. Egyébként, hogy jelezzek még, vagy reflektáljak Nyakó képviselő úrnak néhány érdekes mondatára, ami szerintem totális félreértése a különböző médiában megjelenő híreknek, amikor Bölcskei püspök úrnak egy megnyilatkozására reflektált, hogy tudnélik az egyházaknak nagyobb autonómiát követelt. Bölcskei püspök úr egy brüsszeli tanácskozáson reflektált egy tanácskozáson elhangzott gondolatra, illetve a jelenlegi hatályos törvényhez képest mondott el gondolatokat, nem pedig a törvény javaslathoz képest. Tehát Nyakó képviselő totálisan félreért egy médiában megjelent egyetlen mondatot vagy egyetlen utalást. Bölcskei püspök úr teljesen más összefüggésben nyilatkozott meg az egyházaknak a nagyobb, vagy erőteljesebb, vagy garantáltabb autonómiájáról, ami egyébként ebben az új javaslatban nagyon is benne van, konkrétan a református egyház javaslatai alapján is, konkrét szövegszerű javaslata alapján, hogy itt az egyeztetésekre egy picikét visszalépjek. Tehát én szeretném megköszönni Szávai képviselő úrnak a konstruktív gondolatait. A hit és erkölcstan kérdésére hadd reflektáljak, többen is felvetették. A kormányzat nyitott erre a kérdésre, hónapok óta tárgyalunk és egyeztetünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az egyházaknak legyen egy hivatalos álláspontja erre nézve. Jelen pillanatban az egyházak részéről nincsen egységes javaslatkérés a kötelező hit és erkölcstan bevezetésének a tekintetében, de nyilvánvaló az egyeztetések tovább folynak, egyébként ezt az oktatási törvényben nyilvánvalóan lehet majd kezelni. A lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy konszenzusra kell jutni. Én nagyon ismerem a véleményeket, különböző szintű véleményeket, nagyon fontos az egyes lelkipásztoroknak, plébánosoknak a megnyilatkozása, legitim megnyilatkozások, de az egyházak vezetőinek kell hivatalosan ezt képviselnie, és megnyilatkoznia ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló időszakban lesz lehetőség erre.
Ellentétben a hatályos jelenlegi egyházi törvénnyel a mostani törvényjavaslat, amit tárgyalunk, ezt gondolom képviselőtársaim észre is vették, a hitoktatás kérdésében sokkal pregnánsabban és határozottabban fogalmaz ez a javaslat az előzőhöz képest, amiben nem is volt semmi. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, de az előttünk álló éveknek a kérdése, hogy hogyan és mi módon tudunk ezen a területen előrelépni, ez elsősorban jelen pillanatban az én megítélésem szerint nem kormányzati akaratnak a kérdése, hanem az egyházaknak a egyeztetésének a következménye kell, hogy legyen. Szávai képviselő úr felvetette a határon túli magyar egyházak szervezetének, struktúráinak a segítését, annak az épülésének a segítését. Minden egyes egyeztetésen, kormányzati egyeztetésen, kisebbségi vegyesbizottsági üléseken ezeket a kérdéseket fölvetjük, napirenden tartjuk, hangsúlyosan tartjuk napirenden. Azt gondolom, hogy van egy pici előremozdulás Szlovákia tekintetében, talán mondhatom azt, hogy Románia tekintetében is van egyfajta előrelépés, de ez nyilvánvalóan részben egyházi belügy kérdése és nagyon érzékeny kérdés kívülről, de a magyar kormány részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat erősítsük és segítsük. A testvérgyülekezeti kapcsolatok támogatása tekintetében teljesen nyitottak vagyunk. Már most is tudunk ilyen programokat támogatni, hogyha konkrét kérelem érkezik, de én arra is nyitott vagyok, és december végén találkozunk majd valamikor, hogy a következő évi támogatási rendszerbe akár intézményesített módon is bele tudjuk építeni ezt a fajta támogatási lehetőséget. Én nagyon híve vagyok ennek, hogy a határtalanul programnak mondjuk ezt az alváltozatát valamilyen módon meg tudjuk valósítani, és ezt ki tudjuk szélesíteni a testvérgyülekezeti kapcsolatrendszert, mert azt gondolom, hogy ez nemzetpolitikai és nemzetstratégiai kérdés is egyúttal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Szávai István képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a szavait, és a konstruktív választ, az egy picit mégis kénytelen vagyok, most még azért szurkálódó lenne egy kérdésbe, államtitkár úr. Ugye továbbra sem kaptuk választ öntől arra az egyeztetése kapcsán, hogy miért nem kormány előterjesztésben jött be ez a törvényjavaslat, erre azért még várjuk a választ. És sajnos kénytelen vagyok bizonyos mértékben cáfolni államtitkár úrnak azt az állítását, ami a határon túli egyházakkal való egyeztetésre vonatkozott. Ilyen egyeztetések voltak, ezt tudjuk mi is, de ez jó részt ötletszerű volt, államtitkár úr, akár ön, akár más a kormány részéről éppen elment valahova a határon túl, akkor éppen szóba hozták ezt a kérdést, vagy megkérdezték ennek, annak, amannak lelkésznek a véleményét, akivel éppen találkoztak. De nem történt meg az, hogy leültek volna akár ön, akár a törvénynek más előterjesztői, és végig gondolták volna, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ki az, akit Erdélybe, Felvidéken, Kárpátalján meg kellene keresni, elküldeni neki a javaslatot, és megkérdezni arról a véleményüket, hogy mit szólnak ehhez. Határon túli magyar egyházak püspökei, nem fogok neveket mondani, mert nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, határon túli magyar egyházaknak püspökei nem tudtak arról, hogy bárki is a magyar kormány részről őket megkereste, amit én szomorúnak tartok. Jakó képviselő úrnak annyit hagy mondjak, én elég stílustalannak érzem azt, hogy képviselő úr itt országgyűlési képviselőket azzal vád, hogy egy egyházaknak, keresztény egyházaknak a hivatásos lobbistái, ha ezt így gondolja, akkor nyilván nem fog megsértődni arra, hogyha mi azt fogjuk gondolni, hogy ön a hídgyülekezete, Lend vagy cenzor asszony, meg az ateista kommunistáknak a hivatásos lobbistája itt a parlamentben. Ami pedig a kis egyházaknak a besorolására vonatkozik, képviselő úr, látszik, hogy abszolút nem érti, hogy miről van szó. Mi sem föltétlen értünk egyet ezzel a listázással, hogy melyik listába ki van és egyáltalán milyen szempontok szerint állnak fel. De az, hogy az első kategóriába nemzetiségekhez kapcsolódó kisegyházak vannak, annak nem csak egyházi, hanem annak nemzetpolitikai ügye és jelentősége is van, és az, hogy a szerbeknek vagy az ortodoxoknak az egyháza kiemel, a magyarországi szerbek és románok ortodox egyháza, kiemelt kategóriába szerepel, az igenis jó és helyes, és ennek komoly nemzetpolitikai relevanciája is van. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most Wittner Mária képviselőasszonynak adok szót a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm a szót. Elhangzott ma az MSZP padsoraiból, hogy az egyházak nem rendezettek.
Talán többet kellett volna tanulmányozni az egyház történetet, vagy egyáltalán a magyar történetet, magyar történelmet 45-től egészen 90-ig. Mindegyik résznek, Rákosinak, Kádárnak megvoltak az egyházi perei. Erről talán ne beszéljünk, de talán ezt kellett volna tanulmányozni. Ahhoz képest, hogy ezt nem ismeri, elég sűrűn hozzászól az egyházi és a vallásügyi dolgokhoz. Tehát vissza kell állítani a 45 előtti egyházi rendszert, mert rendezettek voltak az egyházak, önök rombolták szét, önök figyeltették meg a társadalmat, hogy ki megy templomba, ki nem megy templomba, ki esküszik templomba, ki nem esküszik templomba. Szóval ez az önök stílusa volt. Egyébként pedig meg is látszik ezen a társadalmon az önök szociális nevelése, ugyanis valójában vissza kellene állítani a hit és erkölcstant az iskolákban. Erre pedig azt üzenném az egyházaknak, hogy egyezzenek meg, ha azt akarják, hogy Magyarország erkölcsileg, majd azt követően gazdaságilag felemelkedjen, mert minden tisztességes munkának az alapja az erkölcs. Mindennek az erkölcs, amit önök leromboltak 50 év alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nyakó István képviselő úr következik az MSZP frakcióból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm képviselő asszony hozzászólását. Világossá tette a jogalkotó célját. A 45 előtti időszak restaurációról van szó. Ezt hallottuk az előbb. Hát meg kell nézni a jegyzőkönyvet, képviselő társaim. 45 elhangzott, és az az előtti időszak. De hogy Szászfalvi államtitkáról ne szabaduljon tőlem olyan gyorsan, ha helyreáll a lend és a vallási türelem, akkor folytatnám a hozzászólásomat. Annyival, hogy mégiscsak meg kell kérdeznem államtitkár urat, mert némi nemű identitás zavarba szenved, van, amikor több eszámba beszél a tárgyaló delegációról, akik egyeztettek az egyházakkal, van, amikor leszakad erről, és hátramutat, hogy hát a képviselőről, akik egyeztettek. Szeretném tudni, hogy ki egyeztetett az egyházakkal, mely egyházi szakértőkkel, szakértő személyiségekkel. Ez szerintem egy fél percben bárki elő tudja adni, aki ennek a társaságnak a tagja volt. Ez az egyik. A másik. Továbbra is azt gondolom, hogy az a kategorizálás, amit megenged magának a törvényt előterjesztők, azok szubjektív elemeken nyugszanak, megkülönböztetnek, így ezek után azt kell mondjam, hogy az állam különbséget tesz egyházak között, amit szerintem tilt a törvény és más nemzetközi szerződések. Mihül képviselő társam vallásszabadságról, államegyház szétválasztásáról beszél. Továbbra is állítom azt, hogy ha az állam meghatározza a vallás fogalmát, magyarán kőbevési, attól a perctől kezdve nem beszélhetünk vallásszabadságról. Ha az állam ilyet megtesz, akkor nem beszélhetünk állam és egyház szétválasztásáról. Köszönöm szépen, aztán majd folytatjuk még. Köszönöm szépen. Demeter Zoltán képviselő úr következik a Fidesz képviselőcsoportból, őt majd Zagyva György Gyula képviselő fogja követni. Köszönöm. A Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én Nyakó István képviselőtársamnak a szerették reagálni, mert szerintem tényleg fogalomzavarban van, és azért szeretném kikérni, hogy azok a képviselők, akik itt ülnek a KDNP pasoraiban, a Magyar Országgyűlésben és a Fidesz részéről is, azért ezek nem lobbisták, hanem ennek a parlamentnek vagyunk a képviselői, és ráadásul én úgy gondolom, hogy mindannyian Istenben bízó keresztény emberek vagyunk. Én nem tudom, hogy képviselő úrban miért van félelem, de én úgy látom, hogy fél az egyházi törvénytől, vagy fél magától a vallástól, pedig hogyha a történelmet tekintjük, Magyarország több mint 1000 éves keresztény ország. Igaz, hogy volt egy időszak, pontosan az önök előtt pártja volt az, aki az egyházat el akarta lehetetleníteni, de úgy látom, hogy önben ez a szellemiség, ez annyira beidegződött, hogy most ugyanazt a szellemiséget folytatja tovább. Én szeretném megnyugtatni és azt mondani, hogy az egyház tulajdonképpen csak egy missziói parancsot teljesít, mert a keresztény embernek a zsinór mértéke, vagy az életének a vezérfonnal a Szentírás, és a missziói parancs az meg úgy hangzik, hogy tegyünk tanítványokkal minden népeket, ezt mondja Jézus Krisztus, ez az egyháznak a missziói küldetése.
Ezt tesszük, és ugyanakkor, amikor az egyház tanításáról szólunk, és azt mondja a tanítás, hogy szeresd az Urat, a te Istenet, és szeresd fele barátodat, én úgy gondolom, hogy ezt teljesíteni kell, és ettől nem félni kell, mert csak egy jó és pozitív dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Zagyvagy Gyula képviselő úrnak adok 2 percre lehetőséget a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm a szót. Államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem, hogy ebben az egyeztetéssel kapcsolatban elmondta államtitkár úr, hogy széles körű egyeztetés volt, az egyházakkal megtörtént az egyeztetés, akkor én is azt szeretném megkérdezni, hogy konkrétan kikkel, tehát most az első kalapban lévő 13-mal, vagy a második és a harmadik kalapban levőkkel, vagy azokkal is, akik egyébként nem kerültek be a mellékletbe, azokkal is megtörtént-e, hogy írásban történt, vagy szóban, hogyha írásban történt, akkor van erre valami bizonyíték, tehát mondjuk a térti tevénynek a feladó vevénye megvan-e önöknél, hogy kiküldték mondjuk a koncepciót, mert én úgy tudom, hogy nem küldték ki, nem kapták meg az egyházat. Azt én elhiszem, hogy Erdő Péterrel egyeztettek, meg hát német tudom, meg azt is, hogy Németh Sándorral is, de hogy mondjuk a kisebb közösségekkel egyeztettek-e, ez lenne a tiszteletes kérdésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr következik 2 percre. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, az szerintem egy nagyon egyszerű történet, hogyha valami nem tudnak válaszolni, akkor hirtelen kommunista leszek. De azért, hogy félelem van-e vagy nincs, én nem tudom, hogy félnek-e azok az emberek, vagy nem, tudnak-e róla, de itt a 12. paragrafus 2-es bekezdése a következőképpen szól. Egyház intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg. Akkor világosan kérdezem, van-e félni valója egy most átadott önkormányzati intézménybe dolgozó, tegyük fel, valamelyik egyház számára átadott oktatási intézménybe dolgozó, nem annak az egyháznak a híve, tarthatta attól, hogy esetleg, mivel az identitása nem azonos, esetleg lapátra kerül, vagy nem kerül felvételre. Kérdezem továbbá, hogy az a tanuló esetleg, amelyik ebbe az intézménybe jelentkezik, vagy éppen ott tanul, de éppen az átvevőnek, a további intézmény fanntartónak az identitását nem osztja, tarthat-e attól, hogy nem veszik fel, vagy pedig kirúgják az intézményből. Hozzáteszem rögtön, ez a, hát hiába mondják, hogy nincs, le van írva, tehát ez körülbelül ennyit ér, nincs, itt van benne a törvényben. 12. paragrafus 2-es bekezdés, uraim. Tehát nem mondjuk azt, hogy nincs, hogyha ide bele van írva. Ráadásul, hogyha mondom még egyszer, egy mikrotérségben történik ez az átadás, ahol egy oktatási intézmény van, egy általános iskola, ott hogyan valósul meg az államilag semleges világnézeti oktatás? Vagy nem veszik fel a diákot, járhat 50 kilométerrel beljebb? Vagy kirúgják azt a szerencsétlent, aki ott dolgozik takarítóként? Köszönöm. Köszönöm. Szászfalvi László államtitkár úr következik. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Igen, tisztelt Nyakó képviselő, szerintem fordítva ül a lovon teljesen, mert az egyházaknak alkotmányos alapvető joga és lehetőség, hogy intézményt alapítson. Az egyházaknak természetesen arra a célra van intézmény alapítási joga, hogy a saját hitéleti, vallási tevékenységük alapján végezzék az ottani munkájukat, szolgálatukat ezekben az intézményekben. Tehát ebből logikusan következik, hogy akik ezeket az intézményeket választják, a saját döntésük alapján választják, dolgozók is, illetve az ott tanulók, vagy az ottani ellátást igénybe vevők. Tehát azt gondolom, hogy valami teljes félreértés, amiről Nyakó képviselő beszél, egyébként pedig az intézmény átadás átvétel tekintetében tessék szíves az önkormányzatokhoz fordulni, és ne pedig az egyházakhoz, mert a dolgoknak a 98%-a esetében az önkormányzatok fordulnak segítségképpen az egyházakhoz, és nem pedig az egyházak mennek oda, hogy bocsánat, szeretnénk intézményt működtetni itt és ott ezen a településen. Amikor egyébként ezt az átadás átviteli törvényi passzus módosítottuk az elmúlt esztendőben, akkor mi arra gondoltunk, hogy azokon a településeken, ahol önök megszüntették az elmúlt esztendőkben az intézményeket, iskolákat, és hogyha azokon a településeken békesség van és együttműködési készség,
az önkormányzat és az egyházak, illetve a helyi lakosság és az egyházak között, akkor ott legyenek intézmények, azzal ellentétben, amit önök műveltek, hogy szétromboltak egy csomó intézményt és egy csomó kistelepülést az elmúlt évek során. Az egyeztetésekre vonatkozóan még egyszer szeretném leszögezni, képviselő úr, hogy folyamatosan az elmúlt egy esztendőben folyamatosan egyeztettünk, a törvény koncepciójáról szövegszerűen a történelmi egyházak vezetőivel, egyházi szakértőikkel, független szakértőkkel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsához tartozó kisegyházak vezetőivel konkrétan egyeztetéseket folytattunk, nem egy esetben, hanem több esetben, személyesen és írásban folyamatosan kapcsolatban álltunk. Most a feladóvevény nem tudom produkálni, mert annyi e-mailváltás történt, hogy szerintem az idejét nem akarom ezzel rabolni képviselőnek, de a lényeg az, hogy egy folyamatos egyeztetésben voltunk, és még mindig is vagyunk a kormányzat részéről. Nyilván az előterjesztők is gondolom, hogy ugyanezt végezték és végzik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nyakó István képviselő úr következik 2 perces hozzászólása. Nagyon rövid kérdésem van, jó. Örülök, hogy erre a pályára is rátévedtünk oktatási intézmények átvételével kapcsolatban. Május 31-ig kellett nyilatkozni a fenntartóknak arról, hogy átadják. Ezek szerint van kimutatás államtitkár úrnak, hogy hány önkormányzati intézménybe vált egyházi fenntartásúvá szeptember 1-ével. Ezek szerint tudja azt is államtitkár úr, hogy mennyiek ezek közül a földigomolt országba a felújított oktatási intézmény, ami ilyen módon kerül át az egyházak kezelésébe, és talán azt is tudja, hogy hány olyan településen indul újra az oktatás, amit a népnyúzó MSZP kormány megszüntetett, tehát valószínű, hogy erről is van adat. Legalábbis hivatkozott rá államtitkár, úgyhogy valószínű be tud erről számolni. És végül a tejszínjabb tetején a málaszám azt is el tudja mondani államtitkár úr, hogy az eddigi önkormányzati finanszírozás helyett a mostani egyházi fenntartásba átkerülés miatt mennyi lesz a több költsége a költségvetésnek, vagyis az adófizetőknek. Köszönöm megtisztelő válaszát. Köszönöm. Rendes felszólalásra Osztolykán Ágnes képviselőasszonynak adok szót, az LMP képviselőcsoportból parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én most már lassan negyedik órája ülök itt végig a vitában, és ugye szerencsém volt meghallgatni az Oktatási Bizottság általi többségi véleményt, amit elnézést kérek előre is a képviselő úrtól, de nem igazán adta vissza azt, ami az Oktatási Bizottságban lezajlott vitaként. Én azt gondolom, hogy azt is fontos elmondanunk, hogy maga a törvényjavaslat nem került automatikusan az Oktatási Bizottság elé, és nem gondolták azt az előterjesztők, hogy ezt a törvényjavaslatot az Oktatási Bizottságnak is meg kellene vitatnia. Jó magam kezdeményeztem ezt a bizottságban, hogy legyen módunk és lehetőségünk beszélni ennek a törvényjavaslatnak az oktatási vonatkozásairól is. Ugye itt folyik a vita, és van számos vélemény arról, hogy hogyan történik, és mi lesz azokkal a tanárokkal, akik az önkormányzat által fenntartott intézményekből átmennek egy egyházi fenntartású intézménybe. Itt az Oktatási Bizottságban is voltak, hát vitának nem nevezném, inkább megbeszéléseink, vagy beszélgetéseink arról, hogy ez hogyan fog zajlani, és olyan képviselők, akiknek nagy tapasztalatuk és múltjuk van ebben, valamelyest meggyőztek minket arról, hogy nem kell attól tartanunk, hogy itt a világi tanárok bármilyen hátrányt szenvednének az elkövetkezendőben az intézmény átadások miatt. Van viszont két olyan pont, amit szeretnék felvetni a törvényjavaslatot illetően. Az egyik az a pont, amit maguk a fideszes képviselőtársaim is nagyon aggályosnak tartottak, ez pedig a törvényben az átmeneti rendelkezéseknek a 9. pontja, amihez tulajdonképpen az a megegyezés született még a többségi véleményben is, de javítson ki képviselő úr, hogyha esetleg nem ez történt volna a bizottságban, hogy mindenképpen kellene egy módosító önöktől arra nézve, hogy mi lesz a helyzet akkor, amikor ugye szigorodik az egyházi fenntartók jogköre 2011. július 1-től,
és hogyan fogjuk áthidalni a 2011. július 1-e és a 2012. január 1-e közötti időszakot, ami tudjuk nagyon jól, hogy ez egy tanév közbeni átszervezésről szól, és abban mindannyian egyetértünk, párthovatartozástól függetlenül, akiknek fontos az oktatás, ugye, és akik valóban azt azért dolgoznak, hogy a gyerekek nyugodtan tudjanak dolgozni, és nyugodtan tudjanak tanulni ebben az országban, hogy egy ilyen átmeneti tanév közbeni átszervezés az nagyon komoly veszélyeket rejt, mind a pedagógusok, mind a gyerekek számára. Ez egy fontos kérdés lenne, hogy hogyan kívánja ezt az előterjesztő, hogyan kívánja ezt a kormány valahogyan ezt a passzus módosítani. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az egy nagyon érzékeny terület, és nagyon szeretném megkérni a képviselőtársaimat, hogyha nem értenék félre azt, amit mondok, és nem próbálnának meg mindenfajta általánosító jelzőkkel előjönni arra, amiről beszélni fogok. Láttuk azt, és tudjuk azt, és számtalanszor megbeszéltük már a ház falai között, hogy nagyon komoly problémák voltak az elmúlt időszakban is, és a jelen időszakban is, a fejkvótákat illetően a fenntartók ugye nagyon komoly problémákkal küzdenek, nem elég az állami normatíva, ismerünk olyan fenntartókat, akik több mint 50%-kal járulnak hozzá ahhoz, hogy fenntartsák az intézményeiket. Hogyha visszatekintünk egy kicsit a múltba, akkor látjuk azt, hogy a normatívákkal való a normatívákkal való küzdelemnek az egyik következménye volt az, hogy a fenntartók megpróbáltak mindenféle plusz forrásokat behozni ahhoz, hogy oktatási és jó színvonalú oktatást tudjanak nyújtani bizonyos területeken. Én azt gondolom, hogy ennek a törvénynek a kapcsán mindenképpen kell beszélnünk egy olyan társadalmi problémáról, ami jelen van ebben az országban, és az lenne a kérdésem, hogy erre az előterjesztő kormány milyen válaszokat kíván adni. Ez pedig az, hogy látjuk az egyházak felsorolásából is, és tudjuk magunktól is, hogy számos olyan kis egyház működik ma Magyarországon, és vallási közösség, akik oktatási intézményeket tartanak fönt. Ami a társadalmi igazságosság szempontjából nagyon fontos kérdés, az az, hogy ezek az iskolák, ezek a közösségek olyan régiókban, olyan településeken működnek, ahol nagyon rossz az oktatás minősége, és számos esetben hátrányos helyzetű diákok, legyenek azok kisebbséghez tartozók vagy nem, egyszerűen olyan diákok, akiknek a társadalmi és gazdasági státusza rossz, ezek a diákok ezekbe a különálló és plusz juttatást, plusz oktatási formát nyújtó intézményekben tudnak tanulni, és tudnak szerezni akár érettségit, akár általános iskolai bizonyítványt. Amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy számos esetben ezek az iskolákat működtető kis egyházak úgy tudtak több és jobb minőségű oktatást, illetve kiegészítő kísérő programokat szervezni az itteni diákoknak, hogy igénybe vették az állami kiegészítő az egyházi kiegészítő normatívát. Látjuk azt, hogy a jelenlegi egyház felsorolásban vannak olyan közösségek, egyházi közösségek, amelyek az új törvény értelmezése szerint továbbra is megmaradnak egyháznak, viszont vannak olyanok, amelyek ezekből kiesnek. Itt természetesen nem moralizálásra hívom fel önöket, és nem azt kérem, hogy ítéljük meg azt, hogy ezek az igénybe vett támogatások mennyire voltak jogosak, és mennyire nem. Azt gondolom, nem ez a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy erre a meglévő társadalmi problémára valahogyan, ami egyben gazdasági probléma is, megpróbáljunk valami fajta választ találni. Az LMP parlamenti frakciója ezt a felvetést megvitatta, és született egy megegyezés, aminek alapján mi benyújtottunk egy módosító javaslatot, vagy benyújtunk még a mai nap folyamán, aminek tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy
mi nem kívánunk beleszólni abba, hogy, vagy legalábbis ezt a törvénynek ezt az aspektusát illetően nem kívánunk beleszólni abban, hogy most mely közösségek maradjanak meg egyháznak, és melyek nem. Viszont, hogyha az igazságosságot, mint alapelvet vesszük figyelembe, akkor arra jutottunk, hogy egy olyan módosítót szeretnénk benyújtani, vagy egy olyan változtatási igényt szeretnénk önökkel megosztani, amiben azt